napot kívánok! No. Ó, egy kis csemege bolt. Hát egy kis csemege bolt, ugye az több lábon kell állni. Hát persze, ne hülyeskedj. Tyű. Van itt nagyon sokféle kulináris dolog. De ez tényleg működik? Tehát ide jöhetek cuccokért? Persze, persze. Itt berakom hát nem, vannak azért kamerák. Most is vesz egy kamera. Várjál, elfogyott otthon az izé mizó pasztak. Na figyelj, és van itt egy ilyen kis ajtónk. Azt kell tudni, hogy ez a fagyasztó ajtónk. Menjünk be szerintem, nem lesz semmi gond, nem fogunk megfagyni nyugi. Jó, oké. Jó? Lefagyni se fogok. Rácz Jenőt hívtam egy beszélgetésre, ő meg engem a lupára lazulni egyet. A konyha főnök 0. napján találkoztunk először, még vicces selfie is készült. Majd egy kemény 2 hónapos verseny következett, ő volt a séf, én meg aki az akar lenni. A kamerákon kívül szinte nem is beszélhettünk, eddig. Jó újra látni, hogy nem ott fönt állsz, én meg ott lent. És igen. Ha van egy pici időm, ami nem sok van, de hogyha van néha egy pici szabad időm, akkor ide bejövök, és akkor tudok legalább egy italt inni, vagy enni valamit. És szép kis... De van szabad időd? Nagyon kevés. Úgy kell csinálni. Nem a híres konyhafőnökre, a celebre vagy a plakátfiúra vagyok kíváncsi, hanem a séfre és a mögötte húzódó emberre. Amióta én is főzögetek, ez tényleg látszik. Láttam a posztjaidat. Ne. Áruld már el nekem, hogy négy darab kagylóval mi a francot csinálsz? Kurva jól néz ki. Azt már rég elmosogatnák. Mit főz az éttermében, mi hajtja, mi inspirálja, és mit gondol azokról, akiknek nem tetszik a képe, mert sokan anélkül kritizálják, hogy megkóstolnák az ételét. Még a tanuló éveimben is azt mondták, hogy hát én biztos, hogy nem leszek nem most séf, szakács sem, mert hogy semmire nem fogom vinni. És ezt elég sokszor kaptam a fejemhez, tehát, hogy, és ez engem baromira zavart, tehát hogy én hittem magamban, és voltak, akik nem. És ez mai napig így van. Wow! És minden vendég van, így jön? Minden vendég így jön. Most még egyelőre ugye délután van, folyamatos előkészületek vannak, a stáb felporszívózik, akkor készítjük elő az ételeket, leoltjuk a villanyokat, sejtelmesebb. És mindenhol, ha megnézed, kortárs művészeti alkotások vannak, majdnem olyan, mint egy kiállításon. Ez a vízióm, ami tényleg engem jellemez, én imádom ezt a színvilágot is, a betonhatású falat, imádom a művészetet, tehát hogy ez ténylegesen egy ilyen dolog. Itt van 21 darab szék, ide ülnek a vendégek, és igazából szemtanúi annak, hogy hogyan készülnek el az ételek. De akkor ez az egész egy ilyen színház. Lehet azt mondani, hogy gasztro színház. A Chef Table koncepciója nagyon egyszerű, tedd az asztalt a konyhába, így a vendégek azelőtt látják az ételt, hogy az asztalra kerülne. Kezdetben a séfek a családjukat szórakoztatták így, manapság a limitált helyeknek köszönhetően bensőséges, egyfajta VIP hangulat jellemzi ezeket az éttermi helyeket. A koncepció alapja a szórakoztatás, a vendég részese lehet a konyha működésének. Közelebbi kapcsolat alakul ki a séffel és a konyha többi tagjával. A nyitott konyha azonban veszélyes is, mert itt tényleg, tényleg mindennek makulátlannak kell lennie. Nem lehet kiabálás, se feszültség, hibázni pedig tilos, mert az azonnal meglátszik. Nem vagyok egy borzasztó ember, vagy egy ultra kemény ember. Vannak bizonyos dolgok, amik alá én sem adok, tehát saját magammal való követelmény sem. Tehát ezáltal ugyebár akik velem dolgoznak, ott is van egy bizonyos követelmény, és aki ugyanúgy jól érzi magát azokban a követelményi rendszerekben, amit felállítok, azok maradnak mellettem, és azokkal dolgozunk együtt. Hány darabot kell nagyjából csinálni? 144-et. 145-öt már nem lehet, de 143-at sem. 144. És nem remeg a kezed. Ez a paradicsom salátának a tetejére megy. Megkóstolod. Na pont egy szépet. Bocs. Egyet többet kell. Jó, tehát annyi, hogy ez csak egy ilyen extra ízfokozó, mert hogy a friss paradicsomnak a tetejére ez így ez picit hozzáad. Wow.
akkor 2 óra múlva megiszünk. Az elsődleges dolog az mindig az ízek, tehát az alapok. Nincs olyan, hogy szabályszerűen csinálok valamit, tehát valami kipattan egy pillanat alatt, valamint dolgozok, valamit nagyon eltervezek, valamibe csak úgy beletrafálok, tehát nincsen ilyen szabályzat, és hogy az, hogy milyen stílus, ilyen sincsen, és én pont ezt a kötetlenséget szeretem az életemben is, és a konyhámban is. Berendeltem a mai napra békacombot, mert hogy fogok majd csinálni egy kadájftésztás békacombot. Bocs. Nyugodtan. Kadájf tészta az a török és közel-keleti konyhákban közkedvelt alapanyag. Fotót kéne csinálni. Tehát figyelj, a szálas, ami olyan, mint a angel hair. És ebbe fogom kisütni majd a békacombot. El tudja képzelni a vendég, hogy ez mekkora meló? Tehát most is mit tésztákat választ valaki helyetted, mert hogy ezért... Igen, elküldtem a bármenedzseremet küldtem el, mert neki robogója van, és akkor oda tud gyorsan menni a török élelmiszerüzletbe. Megjött a fotó? Igen. Jó az a tészta? Igen, hát itt van ez a sült verzió, ami nem jó, és van ez a nyers, nekem a nyers kell. Aha. Ha nem ez van, akkor unalmas az élet. Ha majd 10 év múlva találkozunk, és az lesz, hogy Jenő, te akkor a japán fúziós konyhának a nem tudom milyen mestere vagy, és azt tudod, és csak úgy, akkor majd szólhatok, hogy nekem 10 évvel ezelőtt azt mondtad, hogy kötetlenül szeretnél. Megnézzük ezt az anyagot, csak már lehet, hogy kevesebb hajad lesz 10 év múlva. Az biztos. Hello, minden megvan? Meg lett végül a megfelelő török tészta és a last minute spenót is. Készülhet a békacombos fogás. Imádok kötetlen lenni, tehát hogy nem szeretem, amikor megmondja valaki, hogy mit kell csináljak, vagy hogyan csináljam. Tehát én nekem megvan a saját kis világom belül, és én akkor elkezdek alkotni. Van annyira egy kis magányosan dolgozol itt? Nem, hát én szeretek csendben dolgozni. Ha nagyon benne vagyok valami munkában, akkor annyira megy az idő, tehát csinálom, körülötte megszűnik a világ, csak én vagyok, csend, és az étel, és a konyha, és az alapanyag. Olyannyira megszűnik a világ, hogy elfelejtek inni egy pohár vizet. És akkor kedden már élesbe? Még a combot? Hát szerintem leteszteljük holnap. Ha minden rendben van vele, akkor kedd. Magyarország nem mindig állt előttem nyitva, én azt érzem. Tehát én úgy jöttem az a Magyarországra, hogy Magyarországon egyszer-egyszer van az embernek nagy dobása, amit hogyha jól megragad, akkor jól csinálja, viszont hogyha az nem jön, akkor... Tehát én úgy gondoltam, hogy mivel én azért tényleg elég sokat utaztam előttem, én bármikor visszamehetek bármelyik desztinációra. Rácz Jenő 18 évesen ment külföldre, Angliába, Dániába, Szingapurba, majd Shanghaiban a Tian Table konyha főnöke lett. A német séffel 2016-ban Michelin csillagot kaptak, és 2 évig meg is tartották. Néhány netes fotó és YouTube videó őrzi is azokat az időket. Mit keresel itt? Szóval miért jöttél haza? Én nagyon sokat utaztam, és ez az emberből kivesz. Tehát nagyon sokat ad, de kivesz. Érzelmileg halhatatlanná válás, az akkor történik meg, amikor te külföldön élsz, és már nem befolyásol egy olyan történés, hogy például születésnapod volt, és mégis dolgozol egy konyhába, vagy egyedül, vagy egy vadidegen országban. Egy konyhába, mondjuk ki. És ülsz egy padon, és nem tudod, hogy mit csinálsz az életben, de tudod, hogy fontos, amit csinálsz. Tehát, hogy amikor ezen a holdponton átesel, és te már elfogadod a valóságot, elfogadod, hogy nincs ott családod, elfogadod, hogy amikor 39 fokos lázad van, akkor önmagadat próbálod gyógyítani, és egyedül fekszel otthon, vagy elutazol egy másik kontinensre, akkor vársz érzelmileg halhatatlanná, azaz sebezhetetlenné. És én azt gondoltam, és azt éreztem, hogy annyi ilyen időn vagyok túl, és már nem akarok halhatatlan módon élni, hanem kellenek azok a bizonyos dolgok, amit
mindentől sebezhetővé tudok válni, az pedig a család, a gyerekek, a szeretet, a házasság. Őszintén vágytam haza. Wow! Nem bántad meg? Nem. És ha ez nem jön be így, és ilyen módon, és van egy és akkor a konyhafőnök, nem tudom. Akkor mindig van egy B-verzió, az pedig az, hogy az egész világ előttem nyitva áll. A vörös függöny bezárul, és indulhat az első szervíz. Az úgynevezett színház előtti menü lényege, hogy a vendég ne éhesen érkezzen a hosszú előadásra, és a színház után már ne csak zárt éttermeket találjon. Általában kevesebb a fogás, de nagyobbak az adagok. Így nem terheli le a konyhát az esti nagy szervíz előtt. A normál menünk, a 11 fogás, az ugye 7.45-től 8 óra 15-8.30-ig tudnak érkezni különböző időszakokban, tehát ez a forgatókönyv, és 11 fogással indítunk. Tévé az tök más közeg, mint aki eljön az étteremben, nem? Nem. Hogy ez nem? Nem feltétlenül. Tényleg? Nem. Nagyon sok emberhez ugye eljut az információ, televízió, médián keresztül, hogy végül is a főzés az egy tudomány, művészi dolgokat csinálunk, és erre elkezdtek fogékonyak lenni az emberek, ezáltal olyan emberek is, akik soha életükben nem voltak fine dining étterembe, de nagyon keveset járnak átlagos éttermekbe is, elkezdtek érdeklődni. Hogyha eljön egy olyan vendég is, akiről látom, hogy soha életében nem volt fine dining étterem, és nem is fog. Kotorja az ételt, amit én szépen összetettem, centire pontosan. Abban is a pozitívat láttam, hogy oké, lehet, hogy nem evett még ilyen étteremben, eljött ide, és legalább szeretné meglátni, hogy milyen, és tehát megpróbálom mindenben a pozitívat látni. Van nekünk egy kurkumás körténk, ami kecskesajttal van töltve, egyekről jön a kecskesajt, illetve van egy klasszikus vitello tonátónk, tonha és borjúkrémmel a tetején, illetve 10 órán keresztül főtt vagyó a poli, ami miso majonézzel. Úgy kell nagyjából gondolni a hat fogásra, hogy ez egy előzetes, tehát egy része annak, amit mi tudunk. A 11 fogás az, amin ugyebár az adóászok vannak, de hogy ez tényleg arra jó, hogy megkapja az ember a rumor élményt. Egy könnyed saláta, háztáji paradicsomokból, lime-mal ízesítettük, illetve stracciatellával jön, ami a buráta sajtnak a legkrémesebb, leglágyabb része. Következő fogásunk a hamis Fabergé tojás, kacsamány royal, tokai asszó és parmezán hab, három különböző rétegen. Csak úgy érdemes a vendéglátást csinálni, hogyha te örömödet leled benne, akármennyire is kemény. És én, amikor reggel 5-kor leindulok Szigligetre, a street foodos helyemre, vagy amikor a étteremben még évfélkor, vagy éjjel 1-kor is ott vagyok, mert éppen az egyik felszolgálónak szült a macskája, és én a menedzseremet segítem poharakat rámolni, mert nem akarom ott hagyni egyedül, akkor az egy felelősségvállalás, az egy kemény munka, és ezt csak úgy tudod így csinálni, hogyha igazából te szerelmes vagy abban, amit csinálsz. Ezután jött a fésűkagyló, ami pórihagymával és iráni sáfránnyal, illetve fekete fokhagymával készült. Érdekessége, hogy égetett kenyérmorzsa mellett szállított fésűkagylót reszeltek a tetejére. Ez ilyen signature, az égetett karfiol. Mi a kedvenced a menüm? Vagy mi a top most? Sosincsen olyan, hogy, és köszönöm, tényleg nincs olyan, hogy a legkedvencebbik, mert mindegyik az valamiért. És azt csak én tudom belül, hogy miért. A karfiol azért izgalmas, mert egy darab karfiolt megmutatunk máshogy, és olyan ízbomba, olyan sok minden. Mit csinálsz vele? Azzal a, hát most elmondom nagy részletekbe, jó? Szénnél kell égetni a karfiolt. Van nekünk a kemencénk, 400 fokon szétégetjük a karfiolt. És milyeneket nyelsz közben te is. Egy nagyon markáns barna vajas hollandi mártással, kínai fekete ecetben savanyított simei gombával, és azt a fekete ecetet imádom. Tehát ez az ebi. Még van hozzá a szárított ebi, az egy ilyen apró bébirák,
és ezt kisütjük bőzsiradékban. Naturális umami ízfokozó, tehát egy olyan, mint a, tepertő. És akkor ez a gondolat ez onnan jött, hogy felkeltél, és akkor legyen az a rák. Vagy, szóval, hogy így honnan? Egyszer csak így. Fogalmam, tehát valahogy így. Ez a marhapofa. Ezt összeljük rá a tetejére a karfiolnak, és nem az van, hogy akkor marhapofát árulunk a menünk karfiollal, hanem ez a karfiolétel. És kiegészítjük, kiszínesítjük, extra ízhatások. Meg is választottad a kérdést, hogy mi kerül ezen ennyibe, meg hogy mi ekkora felhajtás ez. Hát ezt így elmondva is. A minden más. A karfiol és a minden más. Pörköltet, a rántott húst imádom. Elmegyek, hogyha nem egy fine dining étterembe megyek, akkor én is egy nagyon jó rántott húst akarok enni burgonyakörettel. Semmi probléma nincs benne, jól esik nagyon. És szerintem ez az, ami fog változni a következő, nem tudom, 10 évben, hogy az étkezés az lehet minőségi, az lehet élmény, és az lehet más, és hogy a hajlandóság arra, hogy kipróbálj új dolgokat, szerintem ez baromira fontos. A rövid menü következő fogása kacsamell volt árpagyöngy risottóval. Az élesztőt olyan sokáig főzték, hogy édes sós umami ízű krém lett belőle. A sort egy cseresznyi és házi mandulatejből készült desszert zárta. Az emberek mindig csak a elért eredményt irigylik, de a hozzá vele tartozó munkát már nem irigylik. Én rohadtul becsülök ezért, tényleg. Én látom azt a nagy melót, tényleg. Én nem azt látom, hogy rászínű, hogy nagyképű, meg nem tudom, hanem hogy ez... Nagyképűnek kell lenni, tehát hogy én azt gondolom, hogy... De nem, de hát tényleg van az örök naív ember, van az örök, hogy hívják, én nem az vagyok, tehát hogy én ilyen vagyok, ez van. Kösz, tényleg, nagyon, komolyan, tényleg. Jó volt? Aha, nagyon, nagyon. Na, mehetünk? Aha, mehetünk. Ah, vissza az életbe. Tényleg ilyen kevés hajam van? Figyelj, ez úgy lesz, hogy az életedben egyre nagyobb lesz a szakállat. Szakállat is lecsúszik. Egyre kevesebb lesz. Úgyhogy majd csokolak. Kifésülöd és ide felragasztod. Hogy meghagyom így oldat, és így ráfésülöd. Nekem egyből a kreativitás van az agyam. Jó van, köszönjük szépen. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek támogasd annyival a munkámat, hogy feliratkozol a YouTube csatornámra, nyomsz egy lájkot, vagy hagysz egy jófej kommentet, és ajánlod barátaidnak. Találkozunk legközelebb. Ciao.